Na szevasztok! Főzzünk akkor valamit. Már mondjuk most a vége fele járok, vagy jó közepe fele. Egy kis lambuc. Nehéz így tartani a telefont is. De jó kis pásztorétel. Erre mi felénk divat? Kis lambuc. Na, mindjárt megpróbálom megfordítani, ha megtörül az alja. Jó kis száraz akácot tettem alá, hogy legyen neki. Le is veszem, jó, hogy közelebb legyen a tűzhez. Megpirul, és akkor meg szépen megfordítjuk a gravitáció segítségére, persze. Ugye, ami gőz, jön kifele. Hát, igen. Már most az a közepe meg sült. De még egy kicsit piríteni kell rajta. Gyakorlatilag krumpli tészta, szalonna és egy vaksbogrács. Meg egy 20 év rutin. Mert én 14 éves korom óta csinálgatom, de még mindig néha becsap. Ez ilyen táj jellegű pásztorétel. Na, megpróbáljuk még egyszer meg. Megfordítani. Hát, megállítom egy kicsit, mert meg kell kavarni. Egy picit, ez szép. Hát néha megállítom a kamerát. De hát az igazság, hogy ennek olyan illata van, hogy ezt nem is lehetne amúgy más erénybe, ez a vasbográshoz ragaszkodó étel. Zománcosban nem lehetne csinálni. Valamiért abban nagyon ragad. Gondoltam, megmutatom. Ezt már több videóban is mondtam. Na, nézzük akkor. Na, hát igen. Végülis ez ennek a lényege. Ez a megpirítás. Azt hiszem, hogy mindent megmutattam a lambuccal kapcsolatban. Köszönöm szépen, ha megnézitek a videómat. Sziasztok! Jaj, hoppa, még egy valamit elfelejtettem. Nem málna, hanem rozéfröccs. Isten nyugosztáljon, Guga. Iszok az emlékedre. Egészség. Szevasztok!